Görögország sokkal rosszabb feltételeket kapott az újabb mentőcsomagért cserébe Brüsszelben, mint amilyenek miatt két hete otthagyták a tárgyalóasztalt, és amelyekre nemet mondtak a népszavazáson. A görög emberek vegyes érzelmekkel fogadták a megállapodás hírét, van, aki megnyugodott, de sokan aggódnak az újabb megszorítások miatt. Arra Kovács Attila a vendégem, görög helyzetről. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Rosszabb, igen? Tegyünk kérdőjelet? Nagyon rossz ez a cím, hadd legyek kritikus. Na, lehet, persze, csak itt már is elbúcsúztunk, köszönöm, hogy megjelent. Szóval nagyon örültem, én egy kérdőjelet teszek a végére. Rosszabb ez az igen? Nem, ez szigorúbb ez az igen. Szigorúbb, és nyilvánvalóan ez egy olyan folyamat, egy olyan próba, ami egy újfajta kezelési módot, egy új jövőt, egy új megoldást próbál javasolni, egyszerűen azért, mert az eddigiek nem váltak be. Én azt értem, csak a görög nép szavazott, tehát amire több mint egy héttel ezelőtt nemet mondtak a görögök, ahhoz képest érti mindenki úgy, hogy most pedig a rosszabb feltételeket volt kénytelen Tsipras elfogadni. Az, hogy a végkimenetele, hogy kinek lesz az élet ettől jobb vagy rosszabb hosszú távon, az meg aztán főleg egy más kérdés, de hogy a feltételrendszer az keményebb, rosszabb, mint egy héttel ezelőtt volt. Sokkal keményebb, de nem rosszabb. Tulajdonképpen, ha most összeomlik ez a próbálkozás, és minden esély megvan rá, hisz szerdán a görög parlamentnek kell elfogadnia majd a jelenlegi csomagot, és nem feltétlenül minden tagja a Szirizának, ugye ez egy szövetség, ért ezzel egyet, és nem biztos, hogy meg fogják szavazni. Ez még benne van a pakliban? Ez abszolút benne van a pakliban. Tehát 15-én Görögországban szavaznak erről, 16-17-én pedig a többi eurozónás országnak a parlamentjében. Itt a görög főként a problematikus, a görög helyzet, ha ez nem történik meg, abban az esetben tulajdonképpen a teljes csőd elé néz nem csak egyszerűen gazdaságilag az ország, de politikailag is, és ez a politikai csőd maga lesz a katasztrófa, tudnélik. És itt ennek tükrében szemléljük azt, hogy mi történt, azon a bizonyos népszavazáson, ami a múlt héten zajlott le. Jelen pillanatban olyan hisztéria van Görögországban, a görög lapok, nem jártam most ott, de a görög lapokból mindenképpen ezt olvasom ki. Holokausznak, meg Auschwitznak minősítik azt, ami rájuk vár, és amit tulajdonképpen ez az új csomag jelent számukra, ami hát abszurd és túlzás. A németeket természetesen nácinak. Görögországot úgy vizionálják, mint azt a Németországot, amelyiket 18-ban meggyalázott a Versailles. Ezek mind túlzások, de alkalmasak arra, hogy egy újabb népszavazás alkalmával még szörnyűbb. Készülnek újabb népszavazásra? Bocsánat, választást akartam mondani. Abban az esetben, hogyha ha tulajdonképpen a Syriza nem tudja átvinni ezt a csomagot a parlament. Politikai csődöt említett, tehát azért tehát most a kormányfő az egy héttel ezelőtti népszavazás tükrében, hogy igent mondott és egyességet kötött, ez hogy tudja a társadalommal, a híveivel, azokkal, akik több mint 60%-uk ott volt a népszavazáson, elfogadtatni, megmagyarázni? Nagyon egyszerűen, pontosan úgy, ahogy elhitette velük, hogy a Syriza tud megoldást hozni januárban. Ja, és akkor azt kell mondani, hogy hát még múlt héten tudtam, de már ezen a héten már nem tudok. Nagyjából azt hiszem, ez a forgatókönyv. Hát azért így ez van. Politikailag egy némi arcvesztéssel jár. Ez már megtörtént szerintem bizonyos értelemben, de ebből még elvileg ki tudna jönni Tsipras abban az esetben, hogyha tényleg komolyan veszi azt, hogy őszintén kell beszélni, nem csak Brüsszelben, hanem majd otthon is. Ez egy jó tanulás lenne, és amennyiben meg tudja ezt lépni, abban az esetben tulajdonképpen létrejöhet egy olyan elit, amelyikben joggal bízik és joggal hisz a görög nép. Ez nagyon lényeges, tudnék, erről szól az egész csomag. Nem tudom, hát tulajdonképpen mi mindent tudunk arról, hogy 2500 évvel mi zajlott Görögországból, kik voltak a főhősök, milyen politikai folyamatok mennek. Fogalmunk sincs arról, hogy 150-200 évvel ezelőtt mi zajlott Törökországban. Márpedig ennek az egésznek, aminek most tanúi vagyunk, van előzménye. 6-szor került a mostanit is beleszámítva ilyen csődközeli, vagy éppenséggel csődhelyzetben Görögország az elmúlt történelme során. Elmúlt újkori történelme során. Igen, csak ráadásul egy ilyen, nem is tudom, másfél perces történelmi felelevenítés után azért az emberbe azonnal felötlik az a kérdés, hogy azért
oké, hogy mi ezt megemlítjük, de mindazok, akik arról döntöttek, hogy Görögország beléphessen az eurozónába ilyen elmúlt évtizedekbeli történelemmel a háta mögött, azért őket is terheli némi nemű felelősség. Abszolút mértékben. Tehát egyrészt nyilvánvalóan az a felelősségük ezeknek, tehát az EU-nak a felelőssége az, hogy valamilyen megfontolásból, geopolitikai, gazdasági, vagy piacbevétesi megfontolásból bevette nem csak Görögországot, de például Ciprust is. A másik az, hogy amikor már látszott, hogy probléma van, még akkor is adták a pénzt, a görögök pedig fennkölten költötték ezt a pénzt. És a harmadik történet pedig az, hogy tulajdonképpen nem ugyanazt a nyomást próbálták gyakorolni a két nagy történelmi pártra, amelyik tulajdonképpen idáig vezett, demokratikus pártra, amelyik ide vezette ezt az egész helyzetet. Tehát az új demokráciára, illetve a pászokra, a baloldali pászokra, ezt a két pártot nem tették ugyanilyen nyomás alá azért, hogy demokratikusabb és kevésbé radikálisabb színfalak előtt zajlódjon le mindez, ami megtörtént. Lehet, hogy ők is belebuktak volna, nagy valószínűséggel igen, lévén, hogy mondom, ők vitték leginkább a felelősséget, és mai napig ők viselik a felelősséget a kialakult helyzetért, de a Szirizának is megvan az a felelőssége, hogy olyan ígéretekkel nyert januárban, amelyeket ma már látjuk, hogy... De jó volt hallani, bármint, hogy a szavazók. Hát részben jó volt hallani, és jó volt hallani Görögországon kívül is annak a baloldalnak, amelyiknek gyakorlatilag identitásra veszett, és most a Syriza révén próbál identitásra szert tenni. És mikor látjuk ezeket a nagy Syriza lavokat a különböző... politikusi megnyilvánulásokban? Nem csak politikus, de álszakértői megnyilvánulásokban, akkor tulajdonképpen ennek a baloldalnak a drukkereinek a véleményét látjuk visszatükröződni ebben. Syriza láv. Hát ennél szebb végszót nem tudnék kitalálni, esetleg a legközelebb ezt énekelve adjuk. Nagyon szívesen, csak hívjon el. Köszönöm szépen, hogy itt volt.